Jó napot kívánok, sziasztok! Mint látjátok, egy jubileumi szériás autót nézegetünk. Ráadásul ugye 30-as van rajta, ez egy Nissan Micra 2013 hetedik hóból, és itt az erősen lemenő napfényében, illetve az esőben meg fogjuk nézni ezt a kis fehér jószágot. Az autónk nagyon jó állapotú, legalábbis meg, ha körbenézzük és megnézitek, ti is meghallgatjátok, érzékelni fogjátok, hogy egy nagyon jó állapotú kis kocsi, kevés kilométer futású, és csomó ajándék is van hozzá, lassan itt a Mikulás, meg karácsony, úgyhogy mindenféle jó dolgot fogunk hozzá majd nézegetni a járműhöz. Az autónk fehér, de ez egy gyöngyház metal fényezés, majd meg fogjátok látni ugye nappali fényben, majd napsütésben majd lehet látni, hogy milyen szép kis fehér autó ő. Lámpái tiszták, bár ugye látható szépen esik, az alvás számot itt meg tudjátok lesni, ám a hirdetésbe is ugye beírtuk. A vartaksink rendben volt, és itt van ez a háromhengeres kis benzines moci, ugye 80 lóerős, nagyon csendes, kis citergő hangja van. Egy kis óramű pontossággal ketyerészik. Fékfolyadékot megnézegettük, belenéztünk a kiegyenlítő tartályba is, megnéztük az alvásszámokat, a súlytáblát, illetve mindent átvizsgáltunk rajta, mert ugye most műszakizott a jármű, tehát friss műszakival kínáljuk nektek ezt a kis csoda ékszerdobozkát. Gyári zöld üvegekkel van, sőt inkább ez ilyen halvány, szürkés, kékes színű. Az autón jelen pillanatban egy nagyon jó állapotú téli gumiszettet fogtok találni, amit le is fotóztam, meg tudjátok nézni. Jó állapotban van, tehát lehet használni még egy pár évig. Hátul egy kis szárnyacska, abban van egy pótfénk lámpa, egyéb iránt pedig ugye szépen világítanak a lámpái. Gyönyörű tiszta különben, látszik, hogy nagyon jó, normális, épkézlebb, rendszerető gazdája volt neki, egy teljesen originál, mint látható, sosem volt használva a pótkerék, teljesen egészséges, szép feneke van, nincs leverve a hátulja, benne a kalaptartó, és egy részletben dönthető a hátsó támla. Na, térjünk rá akkor erre az ajándékszetre, mert a srácok itt meghagynak, itt van velem Feri és Peti kollégám, látható, hogy hoztak nekünk egy csomó dolgot. Sárga mellényt benne hagyta a gazdája, egy originál EU dobozkát, egy elakadási jelzőt, és van egy ilyen kis fólia, ugye, amit majd a le lehet teríteni ugye a szélvédőre, és aztán ez a legnagyobb érték, ugye ez egy nyári gumi szett, Bridgestone márkájú, és egy gyári felni sorozat, az négy darab gumival, és itt van mellettem ugye a negyedik, ezt kicsit arrébb is burítjuk. Így, és a srácokkal majd szépen betesszük ide az autónak a hátuljába, csak ledöntjük kicsit az üléseket, hogy elférjem. Nagyon szép, tiszta, kellemes, jó illatú az autónk belseje. Hátul kézzel tekergethetős ablakok vannak, elől pedig kettő darab elektromos ablakot találunk. Automata funkcióval, íme. Visszafelé nem, csak lefelé tudja. Van egy centrálzár gombunk. Ezzel tudjuk bezárni magunkat. Szép tiszta az ülés, oldallégzsák, előlégzsák. Menet stabilizátor. Ott ki is kapcsoltam, kiírta, hogy off. Na, mennyi kilométer van benne pontosan? Hol van a kis gombocskája? 72.709 kilométert futott. Ilyen kis fordulatszámérő megy ott fölfelé. Az autónkban van még függönylégzsák. Bekapcsolom magam. Itt van mellettem Concerto is. Ő is hozott valami kis értékes dolgokat. Szervizkönyvet, műszaki adatlapot, illetve egy-két számlát még, amikor volt szervizbe az autó. Kipróbáltam az ablaktörlőt, közben kézifékkel akartam elindulni. De legalább ezt is kipróbáltuk. Így, van egy jó kis rádió, ez egy bluetoothos rádió. CD-vel lehet megetetni, és egy AUX csatlakozó van hozzá, még tök jó kis forma tervezett kis narancsos háttérfényt látunk. Nagyon kis újszerű az autó belseje, ugyanezt fogjátok érezni, amikor váltatok, vagy tekergetitek a kormányt, teljes kopásmentes, gyönyörű darab.
Nagyon jó kis szürke idő van, hát ezt kaptuk most már, ilyen idő lesz szerintem. Klímát azt kipróbáltam, ki is kapcsoltunk, most már fűtsünk benne. Ezeket bezártam, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki. Épp a szélvédője is. Megvan a két eredeti gyári Nissan kulcsocska. És ez a rádió innen kormányról is megy. Működik, jó van. Mindjárt visszaérünk vele, mert csak egy ilyen rövidet mentem vele mostanában, hogy meg is tudjuk mutatni, meg is tudjuk próbálni ezt a kis rövid idő alatt. Gyorsítás, harmadik, negyedik, és itt kivégeztük a váltogatást, mert hogy elfogyott az utunk. Szépen beállunk, és akkor még mutatok egy-két dolgot. Meg ezt be kell pakolnunk még ideálak, hogy könnyebben tudjunk pakolászni, amúgy ide kell majd bejönnötök, itt a kis faházunkba, itt tudjátok majd megnézni. Na és akkor mit tudok még nektek mutatni? Azt mondja, hogy ugye elő kell vennem a szemüvegemet is, ugye 13, 7. havi, ha jól mondtam, ott látjátok az írást, ez egy osztrák eredeti műszaki vizsgadatla, ebben az autóban 2020 8. hóban, szépen ki van sárgázva, délután 12-13-kor 49.973 km volt bent, és itt láttok egy 19-est is, 10. hóból, akkor 41.000 km volt benne. Ez egy eredeti osztrák műszaki vizsgadatlap, biztosak lehettek benne, hogy az autóban 72.000 km van, és egy rendben tartott autó. Egy-két számlát találtunk még az autóhoz, amit ugye hozzá is adunk majd nektek, és akkor találtunk még egy másikat is, a gazdája benne hagyta egy másik műszaki vizsgadatlapot, 16-9. hóban volt benne 17.000 km, tényleg rendkívül keveset használták a kocsit, szerencsére. Találtam egy olajcsere címkét benne a motortérben, majdnem elveszett, de megtaláltam, ez egy 16-os 17.000 km-ről, ezt itt hagyjuk benne, és ez egy Nissanos, és itt van a szervizkönyve és a kocsinak. Azt mondja, hogy itt is, amit mondottam, 13.7. havi, ez az alvás számú gépjármű, amit most nézegetünk pontosan, ez a Nissan Micra, és jó párszor vitték is, most lefotóztam az autónak a szervizkönyvet, és meg tudjátok nézni, ez az övé, köszönjük Koncertónak, hogy a segítségét adta ehhez a dokumentumoknak a felkutatásában, úgyhogy most már csak elköszönök, gyertek be hozzánk, ugye az M3 autóparkban vár benneteket a Nissan Micra, ezekkel a jó kis extrákkal és 4 darab nagyon szép gyári felnivel, amit majd nyáron felszerelhettek. A viszontlátásra, sziasztok!